Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után. És Bringa Sport, kerékpár sport itt hétfőnként minden második héten a Trend FM-en. Kellemes estét, jó napot kívánok, Mezei Dánielt hallják, és vendégem Ezenkramer Károly, korábbi kiváló kerékpár versenyző, ma pedig már a Tour d'Hongrie főszervezője és versenyszervező. Szia Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat. Pont meséltem neked, hogy azért örülök, hogy most itt a Bringa Sport keretein belül a vendégem lehet, mert pont azon gondolkodtam, hogy a nap vendégébe szeretnélek meghívni, mert annyi téma van most körülötted, ami én úgy gondolom, hogy érdekes, és nem csak azok számára érdekes, akik szeretik a kerékpársportot, nem csak azok számára, akik szeretik a sportot, hanem úgy általában is, mert hogy épül Kőbányán egy velodrom, egész jól áll, ahogy a videókat nézem, és emellett Pro Series besorolást kapott a Tour de Hongrie. Na most aki tudja, hogy ez mit jelent, az, ha nem is kap a szívéhez, de legalábbis bólint egyet, hogy na végre. Te is bólintottál, hogy na végre? Hát azon kevesség között vagyok, és a néhány kollégámmal, akit nagyon jól tudjuk, a bőrünkön érezzük, hogy mekkora a különbség. Szerintem azért itt valóban kevesen kapják fel a fejüket az utcán sétálva, hogy ah, hogy Pro Series. Igazán ez akkor lesz ma látható, amikor a verseny elindul jövő májusban, meg utána a következő két évben, hiszen 3 évre kaptuk meg ezt a státuszt, ezt a licenszet, hogy akkor milyen nézettség és milyen mezőny fog érkezni a magyar körversenyre. Ugye némi ízelítő már kaptunk abból, hogy milyen, amikor komoly versenyzők, komoly csapatok indítanak komoly egységet a magyar körön, mert a Giro d'Italia kapcsán azért idejöttek valóban számottevő istálók. De most ráadásul, ha jól tudom, szűkítik is a mezőn, tehát kevesebb Pro Series verseny lesz, és így várhatóan nagyon nagy felhajtást lehet a Tour de Hongrie. Valóban igen, és az történt, hogy ez a Pro Series, ez a kerékpársportnak a második vonala, a Tour de France után közvetlenül, tehát a Tour de France, Giro, Paris-Roubaix, ezek az események az első vonala, a World Tour, és a Pro Series pedig a második vonal. Nagyjából képben helyezem a hallgatókat. Európában 19 ilyen verseny volt az elmúlt 3 évben, évente. Most 23-tól ez a szám szűkült 14-re. Tehát 14 ilyen verseny van Európában, azok közé került be most a Tour de Hongrie, a magyar körverseny. Ez egy nagyon-nagyon elit klub, és ennek az a jelentősége, hogy nyilván minden nagy verseny, mi is most már nagy verseny vagyunk, küzdünk a nagy csapatokért és a nagy sztárokért, hogy eljöjjenek a versenyünkre. Ez az idén, az elmúlt években a Giro lázban Magyarország, a Giro figyelem került, azért a külföldi csapatok nyilván szívesben hozták ide a sztárjaikat, de 23-tól semmilyen garancia nincs rá, hogy nekünk megint Jakobsenünk érkezzen, vagy Viviani legyen itt a mezőnyben, ha csak nem lépünk előre a ranglétrán. És most ez sikerült, ezért arra számítunk, hogy jövőre is hasonló mezőnyünk lesz, mint idén volt. Hány év munkátok van abban, hogy ideig eljutott a Tour de Hongrie? Hát egy könnyű 20, 22. Igazából könnyű volt? 2001-ben kezdtem hozzá a magyar körversenyszervezéséhez, versenyzésem után néhány évvel. Neki fogtam így a családi tőkéből, meg így a buta fejemmel, azt hittem, akkor ez könnyű lesz, és majd jönnek a szponzorok, és minden menni fog. Volt egy nagyon komoly buktató. Aztán 5 év után, mikor már a versenyt fölfuttattuk, akkor meg is buktunk a versennyel, már hogy elvették tőlünk, akkor volt egy jogvita, és akkor 10 évig rossz kedvem volt a kerékpársportnak a szó alatán, és 15-ben, tehát most már 7 éve másodszor is nekifutottam a magyar körversenynek, és most 7. éve folyamatosan évről évre építjük a versenyt. Hozzá kell tenni, hogy a sok munka meg a szerencsém mellett azért ott van a kormány mögöttünk, egy komoly kormány támogatás is van a verseny mögött, ami nélkül nem tudtunk volna ekkorát fejlődni. Most ebben a jelenlegi helyzetben, akkor, amikor ilyen besorolás kap a verseny, nem tartasz attól, ha már szóba került a kormány támogatás, nem tartasz attól, hogy akkor, amikor mindennek kevesebb pénz jut, lehet, hogy erre is kevesebb pénz jut? Hát nagyon nehéz a kérdés, már csak azért is, mert hogy a Pro Series az
azonnal ad nekünk egy nagyjából 50-60 millió forinti plusz költséget, hogy semmit nem csinálnánk, csak a regisztrációs díjak, meg kötelező pénzdíj, meg csapatoknak a kifizetései, és ezen felül rengeteg járulékos költsége van még plusz a versenynek. Ugye az euró árfolyam az, mi is látjuk, ez mindannyiunkat érint, nekünk a versenynek a nagyon nagy költsége az euróban ketyeg, hiszen a média megjelenések, a média vásárlás, illetve a televíziós gyártócsapat is külföldről jön, a csapatok, a pénzdíjak szintén euróban ketyegnek, nekünk a versenynek a túlnyomó rész az euróban fizetendő. Tehát ez is egy komoly problémát jelent, és de alapvetően megfelelni a ProSeriesnek ez a csapatok elvárásainak, ami ugye nem leírt forgatókönyv, egyszerűen csak a józan eszünk mentén megyünk előre, ez is egy komoly kiadás, többlet lenne. És ehhez képest van egy óriási válság a világban. Aggódunk rendesen, futunk a szponzorok után most éppen. Itt most nagyon sok mindent, már bocsánat, így fogalmazok, ledaráltál, és hogyha valaki figyelt, azért néhány helyen fölkapta a fejét, mert te tulajdonképpen egy kis szemelvényt adtál abból, hogy a versenyszervezőnek mivel kell foglalkozni a nagyjából. És nekem csak néhány dolog ütötte meg a fülemet, lehet, hogy azért, mert ezen a területen dolgozom, hogy a megjelenések is a szervezőt terhelik, és a stáb, a televíziós stáb is külföldről érkezik. Ez így volt korábban is, vagy ez ebbe a szinte most kellett belelépni? Nem, ez eddig is így volt, ebben a sportában ez teljesen normális alapértelmezett, amikor valaki bekapcsolja az Eurosportot és nézi a Tour de Hongrit, például vagy a Magyar Televíziót nézi, akkor amögött a stáb, az nem az Eurosportnak a stábja, hanem a szervezőnek a stábja, akár a Tour de France nézzük, akár a magyar körversenyt, akár a Giro-t, tehát a versenyszervező kezében van az a stáb, az a kamera, mi felelünk azért, mi kerül képernyőre, ugye nem véletlen az, hogy ez egy turisztikai esemény, ha a verseny mellett igyekszünk megmutatni a hátteret, Veszprém, Budapest, a Balaton, a Kékes, szóval amerre megy a verseny, és igyekszünk egy érdekes műsort készíteni a Tour de Hongrie, vagy a kerékpárversenynek a felszíne mögött. Tehát ez egy komoly tervezés, és egy komoly költség. És milyen fogadtatás van ennek külföldön? Ezen Kromer Károllyal, a Tour de Hongrie főszervezővel beszélgetek itt a Tende Femme sportértékben. Hát kaptunk mások gratulációt, ugye most már harmadik éve jönnek hozzánk a világ legjobb csapatai közül, a World Tourból csapatok, ugye például a Jumbo Visma az egyik kedvenc visszatérő vendégünk, ahol most Walter Attilát is leigazolta, ugye most már végre publikus 23-tól, és az első kérdés. Mert te már sokkal korábban tudtad? Nem sokkal korábban tudtam, néhány héttel korábban sejtettem, és kaptam is a fejemre Attilától, mert felelőtlenül egy félérthető Facebook posztban azt éreztettem, hogy én tudom, de nem tudtam én se erről többet. Nyilván annyira izgulok, hogy néha is kicsit néha elkotyogok dolgokat korábban. Nagyon örülök annak. Attila most igazán újra került, tehát ez a világ legjobb csapata, és a lehető legjobb kezekben van szakmailag és minden szempontból. Szóval Jumbo Visma kérdezte tőlünk, a csapatvezetőjük. Erre még visszatérek, nem? Igen. Az egyik csapatvezetőjük, hogy jövőre a Tour de Hongrie-ban lesz-e több hegy. Nyilván nem véletlenül Attilára is célozva, hogy érdemes elhozni őt, hisz egy sprinterekre optimalizált versenyen nincs sok keresnivalója, de hogyha esetleg megdőlne az út több szakaszon, amire azért jó esély van, akkor Walter Attilával jöhetne a Jumbo. És? Igyekszünk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Hát a határon belül nem tudom, mennyire lesz könnyű. Azért itt igazából, hát most Magyarországon nem lesznek soha 2000-es hegyek ezeken a határokon belül, de vannak olyan hegyek a Magyarországon, ahol vannak meredek útszakaszok. Azért a Kékestető is, bár nem egy 2000-es hegy, de azért sokszor megvicceltem már a hegyi menőket az elmúlt években. Tehát mondjuk egy Kékestető vagy Kékestetőnyi 2-3 kilométer hosszú 10-sok százalékos emelkedő, és azért akad ilyen Magyarországon. Ha ilyeneket találunk, az mindenképpen már neki egy kedvező pálya lehet. De egyébként az útvonal kijelölés az más terheket ró rátok rád, mint főszervezőre, azáltal, hogy ProSeries verseny lett a Tour de Hongrie?
Igazából nem, nem. Mi az elmúlt években is mindent megtettünk a verseny biztonságáért, és a legfontosabb a versenyzők számára a biztonság, hogy az útvonalak főleg utolsó 15-20 kilométer biztonságos legyen, a befutók utolsó kilométerei ne legyen körforgalom, ne legyen szűk kilőlet, tehát hogy a sprintek tiszták és szépek legyenek, még így is lehet bukás. Lásd, idén Hajdúszoboszlón volt egy teljesen érthetetlen komoly bukás a cél előtt 700 méterrel. Szóval ezek voltak azok, amiknek a Pro Series előtt megfeleltünk, hogy Pro Series lehessünk. Tehát most ennél igaz, nem lehet, nehéz már, tehát nem lehet tökéletesebb, egy tökéletes befutó útvonal, de igyekszünk ezt továbbra is nyilván tartani. Az előbb azt kérdeztem, hogy milyen a fogadtatása a versenynek külföldön. Itt egyébként arra is gondoltam, hogy például az, amit megmutat a Tour d'Hongrie, azok a helyek, azok a városok, az a vidék, az mennyire talál jó fogadtatásra, mert azért ez egy országimázs is, ahogy említetted, illetve arra is kíváncsi volnék, hogy a hazai városok, területek, ahol áthaladtok, hogyan fogadnak titeket, tehát van-e annak hírértéke, ereje, hogy a Tour d'Hongrie mezőnye arra megy? Én szerintem a legjobb visszajelzés arra az, amit eddig csináltunk, hogy minden város, amerre jártunk, visszavár minket, és az összes nehézségek ellenére, amikben egyébként nyilván most a legtöbb önkormányzat szenved, ennek ellenére boldogan fogadják a Tour d'Hongrie-t ismét minden helyszínen, még mindig sokkal többen, mint ahányra el tudunk menni, és hát sokszor azt kell mondanunk, hogy igen, köszönjük, de majd jövőre tudunk jönni, 20 vagy 24-ben, vagy akár később, hisz nem tudunk egyszer egyéb mindenhova eljutni. Tehát a visszajelzések azok rendkívül pozitívak. Tehát visszavárnak minket, tehát valószínűleg jól dolgozunk, és hát külföldről ugyanezt érzem. Tehát a csapatok, az első év volt a legnehezebb, amikor az első World Tour csapatot hívtuk most már 3-4 éve, és azóta kézről kézre adják a hírét a magyar körversenynek, hogy ide viszont érdemes eljönni, mert biztonságban vagyunk. A szállodák rendben vannak, az utak rendben vannak, és nem utolsó sorban a csapat szponzora is boldog, hiszen a televízión keresztül 10 milliók láthatják a csapatot a tévében, és végül is a szponzornak ez a fontos. Tehát működik, amit kitaláltunk, és amit létrehoztunk. Itt ebben a műsorban, itt a Bringa Sporttal foglalkozó műsorban elég sokat beszéltünk arról az elmúlt hetekben, hogy a hazai versenyekből mit profitál a hazai kerékpársport, mit profitálnak a fiatalok, a tehetséges fiatalok, a versenyzők. Ebből a szintlépésből lehet hasznuk a magyar versenyzőknek, mert azért ide már nehezebb bejutni végképp. Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, és kaptam is egyébként ezzel kapcsolatban szakmán belülről kritikákat, egyébként nem jogosak, és mondom is, hogy miért. Sokat gondolkoztunk azon, egyébként meg is fogom csinálni, ez a mit adtak nekünk a rómaiak kezdetű, ha sokan ismeri talán ezt a filmet ezzel a kezdéssel, tehát hogy mit is profitált a kerékpársport a Tour d'Hongrie-ból, elég hosszú a sor. Én azt gondolom az elmúlt 5-7 évben mi történt a sportágban, mióta a Tour d'Hongrie van, de az mindenképpen komoly lépés, hogy most bár még nem tudom a pontos szponzori hátterét és minden mást, de jövőre lesz kontinentális csapat Magyarországon, mert hogy a belépési küszöb, hogy indulhasson egy magyar csapat, az ahhoz UCI licenszre rendelkező csapatnak kell indulnia, és lesz ilyen csapat jövőre. Tehát jövőre lesz a magyar válogatott mellett egy magyar kontinentális bejegyzésű csapat is, magyar, többnyire magyar versenyzőkkel. Ha csak ezt nézzük, hogy ezt kiprovokáltuk, úgymond, de a magyar sportágból, akkor ez óriási lépés már. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy hány magyar versenyző tud menni, mondjuk Walter Attilán kívül a Tour d'Hongrie nagyjából? Hát, ugye tudnak indulni a külföldi csapatoknál, azoknál a csapatoknál versenyzők, akiket meghívunk. Erre azért most így az Attila, Peák Barna, Fettel Erik, ugye a három profi csapatban versenyzőnkre gondolok, szerintem ugye három. A magyar válogatott, ugye az 6 fő, akkor az 9, és akkor ez a bizonyos magyar kontinentális csapat, ha nem is minden versenyzők magyar lesz, mondjuk 4-5, esetleg 6, tehát legjobb esetben 15 magyar lesz a mezőnyben. Na hát az már azért szám. Nem Igen. is tudom, van ennél több olyan versenyző, aki képes lenne mondjuk ezt végigvinni normálisan? Nem, nincs. Magyarországon ez azért szükséges, ez, ami most beszélünk, hogy egy cél lehet arra, hogy a fiatalok, akik most 17 évesek, lássák, hogy el lehet jutni. Tehát, hogy ide van út, van magyar csapat, van magyar válogatott, el lehet jutni a Tour d'Hongrie-n, el tud indulni egy Jumbo-val, vagy egy
Ineosszal szemben, és tud velük versenyezni, és arra tud készülni mondjuk Karl Ádám, hogy Viviani mögött jöjjön ki a utolsó kanyarból, és talán meg bejöjjön az első hatban. Az elég komoly, azért máshol, más versenyekkel semmi esélyük, hogy egy ilyen mezőnyben elindulhassanak, csak Magyarországon. Két kérdés maradt nyitva itt a beszélgetés első felében a Tour de Hongrie-val kapcsolatban. Az egyik az a költségvetésre vonatkozott, azt nem zártuk le, tehát hogy akkor ezek szerint az emelkedő költségek és az euró árfolyam ellenére úgy érzed, hogy biztonságban van a jövő májusi verseny megrendezése, meg tudjátok rendezni. Szükségünk van erre még egy komoly szponzorációs háttérre, ezen nagyon keményen dolgozunk ezekben a hetekben, és van néhány jó remény tárgyalásunk. Hazai, de mindenképpen nagy multicégekről beszélünk, hiszen olyan cégek nekünk érdekesek, akiknek a magyar televízió mellett a külföldi megjelenés is számít. Ugye rengeteget futunk az Eurosporton és sok más külföldi médiában, de azért nyilván elsősorban a hazai megjelenés itt az elsődleges. A másik pedig Walter Attila, és itt most a kerékpáros éned véleményére vagyok kíváncsi. Mondtad a Jumbo, tudjuk, óriási, tulajdonképpen a Real Madrid a kerékpársporton belül. De hogy jó-e a Real Madridba bekerülni, és esetleg kispadozni évekig? Vagy lehet, és Attilában benne van, hogy ott lesz majd a támadósorban. Ez egyértelműen elmondták a Jumbo csapatvezetői is, hogy nem kulacshordásra hívták oda Attilát, és bár hozzáteszem, hogy ha egy ilyen csapatban a segítő szerep is, ha ez a kérdés, azt mondtam volna, akkor is érdemes oda menni. De ha valaki megnézi most a Jumbo-ban az elmúlt évben mi történt, és hogy milyen fiatal sztárok vannak, és milyen idősebbek esnek ki idén, este hagyták a csapatot ott, akkor az látszik, hogy pont az ő versenyzésére, az ő stílusára van szükség ahhoz, hogy a következő 3-4-5 évben legyen egy újabb összetett menőjük. No, legyen így, innen folytatjuk hamarosan. Ezen Kramer Károly, a Sportérték vendégét, a Bringa Sportról beszélgetünk, és a kőbányai velodrom kerül szóba. A régi hiány az, hogy Magyarországon ugye nem volt velodrom, most lesz, már van is, csak még nem teljesen kész. Erről beszélgetünk a folytatásban. Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után. Ezen Kramer Károly, a Sportértékben a vendégünk, én Mezei Dániel vagyok. Köszöntöm Önöket, a Trendefemet hallgatják, és a Sportértéket, ahogy ez kiderült az előző szignálból, és ott hagytuk abban Karcsival a beszélgetés, hogy a Tour de Hongriet lezártuk, és a kőbányai velodromról beszélgetünk. Azt mondtam, hogy régi hiány, de hát nem olyan régi hiány, mert van velodrom, csak hát nem olyan, ami megfelel a minőségnek, de hogy most épül, és itt mutattál videót az előbb, ahogy egy MOL Bubival végigmentél, azt te voltál, vagy nem tudom, hogy valaki végigment a velodrom belső. Első karrián lent azért. Teljesen mindegy, hogy lent vagy fönt, úgy jön a meredek az, mint a teteje. Tehát mindenhol a kanyar legmeredekebb rész az 50,6-50,3 fokos. Azért az dőrészükben az elég kemény. Igen, az egy, mikor odáll az ember mellé, akkor aki nem szokott hozzá, a szemmel függőlegesnek érzi. Nyilván nem az, tehát azért nyilván azért a 90 fok az még messze van onnan, de elég rémisztő. De ez optikailag érezhető csak ennek, ha valaki elkezdi tekerni a bringát, és hozzászokjuk, hogy utána ez nem lesz egyáltalán zavaró. Szokat elsőre halálfélelem, aztán másodszorra, és harmadszorra már nem. Na, az előbb a Tour de Hongrie-val kapcsolatban nagyon szépen helyre tettél engem, a hallgatókat képbe helyeztél, most ugyanezt a velodrommal kapcsolatban tedd meg, mekkora lesz, ki fogja használni, mit kell tudni róla, miért fontos a kerékpársporton belül egy fedett csarnok, még ha sátor is. Egy picit messzebb, neki lehet futni? Hajj, belefér egy, hajj, nem tudom, mert van néhány percünkben. A rómaiakhoz visszatérhetünk, és a kocsi versenyekről. Ha nem is a rómaiakhoz, de egy picit visszamennék azért egy 130 évet, 120 évet. Igen. Millenáris kerékpáros velodrom Budapesten. Budapesten első élő rádiós közvetítését képzeld, egy kerékpáros OB-ről készítettem, ahol te még versenyeztél. Ó, igen, akkor a 90-es évek elején valószínűleg. Így van, 92 ősze.
az olimpiai éve volt Barcelona. Igen. Után. Szóval, hogy a millenáris kerékpáros velodrom, ugye nem azonos a millenáris parkkal, amit sokan esetleg összekeverhetik, az igazi millenáris, az igazi, az Zuglóban van a Tököli út mellett. Tököli hát a Puskás mellett. És a Stefánia mellett. Igen, a Puskás mellett most, de amikor az épült, akkor nem volt még Puskás, nem volt még ott semmi. Ez volt az első magyar sportlétesítmény, a magyar sport bölcsője. Sokan így is nevezik, ez 1896-ban épült, ugye az első olimpia ekkor volt ugye Párizsban, és néhány, azt hiszem, hogy 10 évvel később az első magyar labdarúgó mérkőzést ezen a pályán játszották. Akkor már dübörgő magyar kerékpársport odaadta kölcsön egy nemzetközi labdarúgó mérkőzés, azt hiszem, hogy egy bécsi csapattal játszott egy magyar csapat. Hát most megfogtál egyébként. Ezt most én sem emlékszem pontosan, hogy kik játszottak, én nem készültem ezzel. Ebben nem vagyok annyira biztos, de lehet, hogy így van. Ez biztos. Tehát, hogy csak így azért érdekes, hogy a kerékpár sportnak a múltja, meg az mekkora, nyilván még nem volt sehol a Puskás, illetve a Tenim stadion. És ez a stadion, ez 1926-ban, tehát most egy nagyjából 100 évvel ezelőtt újították fel, és akkor nyerte el a mostani állapotát, ezzel a 412 méter hosszú döntött beton karé, aminek a kanyar dőlésszöke 40-valahány fokos, egy 400 méteres nyitott cementpálya. Ugye ez a klasszikus, sokan így is, akik jártak már a pályán, látták, hogy most adnak fényképpen láthatták, hogy néz ki ez a döntött kanyarú betonpálya. Ezen ment a magyar kerékpársport, a pályasport közel 100 évig, de nagyjából 20-30 éve a pályasport az téli sporttá változott. A világon szinte minden országban legalább egy van, ahol sokkal több fedett fapálya, amit nyilván kisebbek, hiszen egy fedett csarnokban nem fér be egy 400-as stadion, ezért a kerékpársportban a 250 méter hosszú, vagy 200 méter hosszú pályák terjedtek el. Van néhány 333-as, de a moszkvai, például az egy 333-as, de általában a 250-esek a standard VB méretű pályák. Magyarországon semmilyen, sem olyan nincsen, mivel nincs téli fedett pályánk, ezért a pályasport igazából teljesen elakadt. És ezen kellett változtatni, ugye az elmúlt évben nagyon sok tervről lehetett hallani, volt szó Nagykanizsáról, Debrecenről is hallottam, és itt most épül egy, hogy épül még máshol is egyébként. Sőt, az olimpiai pályázat, ugye a 24-es olimpiai pályázat kellett életre azt, hogy Magyarország nem tudunk olimpiát szervezni úgy, hogyha nincs kerékpáros velodromunk, akkor készült el az első nagy terv, először a gázgyár területére, aztán ott kiderült, hogy nem lehet, akkor legyen a Fehér úton, aztán az sem jött össze, és most az a terv tudomásom szerint Debrecenben került át a nagy velodromnak a tervei, de még az ugye még nem épül, az egy hosszabb távú történet, viszont szerencsére szép csöndben a háttérben elkezdtünk kerékpár szövetségnek a infrastruktúrás fejlesztésére néhány 100 millió forint volt maradványa, és ebben nem használta fel több éves pénzét, inkább így mondanám, és ennek a pénznek a felhasználására találtam ki most már lassan 5 éve, hogy ebből kéne csinálni egy pici edzőpályát, és ez épül Kőbányán. Kellett még hozzá azért egy nem kevés pénz, a vége szám az 700 millió forint környékén van, ami egy magánszemélynek rengeteg nyújt nekem egy családi házhoz, de azért valaki tudja, hogy mennyibe kerül majd stadion építése, akkor tudja, hogy 700 millió forint máshol a tervezési költség. Nekünk ennyiből fog megállni a teljes létesítmény, vízvezetéssel, alapbetonnal, sátorszerkezettel és magával a fapályával, ami most már bent van a csarnok közepén. Ez egy 200 méter hosszú, a kanyarjában, a kanyar legmeletekebb részén 50,3 fokos dőlésszögű, 6 méter széles fapálya. Milyen kihasználtsága lehet? Egyáltalán mikor adjátok át, mondjuk ezeket van a kezdenem várhatóan, és hogy milyen kihasználtsága lesz és lehet ennek a pályának? Ezt már kétszer átadtuk idén. Nyilván ez is az építőipari nehézségekkel mi is küzdünk, meg a tervezési apró akkor úgy kérdezem, mikor adjátok át? Végleg. November vége az véghatáridő. Én számítok arra, hogy november közepén el tudjuk adni. Ez még kb. Egy hónap. És addigra minden el fog készülni. Most éppen a világításnak az átszervezése történik a csarnokban, de a maga a pálya már üzemképes. Miért kell átszervezni a világítást? Mert nem jó helyre kerültek a lámpák, és most újra gondoljuk. Tehát
ugye először épül egy ilyen csarnok Magyarországon, rengeteg apró cseprő hiba, csúszhiba, amit menet közben javítunk. Ez igazából látva azt, hogy a mai világban van azért néhány beruházás elmarad egyszer mostani árak miatt. Én annak is örülök, hogy a kivitelezőink ennyire korrektek és kitartanak a kivitelezés mellett, és az összes nehézség ellenére is küzdenek, hiszen tavaly februárban nyerték el a közbeszerzés minden alvállalkozókkal együtt, az február óta, tavaly február óta tudjuk, mi történt a világpiacon. Mi egy fapeját építünk alumínium szerkezettel, a faára, az alumínium ára, mindennek az ára elszaladt, tehát örülök annak, hogy kitartanak mellettünk, és befejezik a beruházást. Magának a pályának milyen lesz a minősége? Tehát mire lesz alkalmas? Maga a pálya, maga a fapálya világbajnokságra is alkalmas lehet. Ugyanaz, aki ezt a pályát, bocsánat, EB-re, de akár VB-re is, ugyanaz, aki ezt a pályát építette, idén nyáron Münchenben volt ugye a multisport EB, nagyon sok sportának volt az bajnoksága, atlétika, triatlon, kerékpárnak is. Ott is volt egy fapálya, azt a fapályát ugyanez a csapat építette, ugyanilyen anyagból, ugyanilyen technikával, tehát ugyanaz épül meg most itt Budapesten, Kőbányán, mint ami Münchenben az EB zajlott. Egy picit más a geometriája, egy picit szűkebb az egyenes, egy kicsit meredekebb a kanyar, de ezek ettől még ez a pálya szinte azonos, mint az EB pálya volt. És akkor visszatérve az előző kérdésemre, ezen mert Károlyal beszélgetek, itt a sportértékben a Bringa Sport kapcsán, tehát visszatérve az előző kérdésemre, hogy kik használhatják majd ezt a velodromot? Az elsődleges célcsoport nyilván a versenysport, tehát a válogatottaknak a felkészülések Kőbányában a világ egyik leggyorsabb sprintere, Szalontai Sándor, aki már, bár nem hivatalos, de ment már 10 másodperc alatti 200 métert az egyik pálya tesztelés során ezen a pályán. Azért, aki bringást tudja, mit jelent 10 másodperc alatti 200-at repülni. Szóval van nekünk élsportunk, tudunk készülni, ez a pálya lehetőséget ad arra, hogy legyen arra reményünk, hogy olimpiai kvalifikációt szerezzünk pályasportban is. Az utánpótlás nevelésnek abszolút része, hiszen egy sokoldalú kerékpárversenyző, akár egy úgy lesz valakiből Viviani, például olimpiai bajnok, országúti sprinter, hogy pályán is készül, és ott is ügyesen tud mozogni, nem csak országúton, tehát egy sokoldalú bringásnak a terepen is jól mozog, pályán is, országúton is, tehát ez eddig ez hiányzott. Szeretnénk alkalmassájt, vagy szeretnénk a pályát megnyitni bizonyos napidőszakjaiban az amatőrök számára. Nyilván elsőre furcsa hangzik azt, hogy 50 fokos dőlőszögű pályára akkor bejön, akkor Sári Pista, és akkor ott majd ők tekernek keresztbe kasul, de ez igenis elképzelhető. Teljesen jó minták vannak a világon, erre számos országban. Azok az amatőrbringások, akik egyébként hétvégén tekernek 50-60-80 kilométert barátokkal, hétköznap reggelente, mint egy spinning edzésre bejöhetnek a kőbányai velodromba, és ott egy másfél órás edzés után átöltöznek, és mehetnek dolgozni. Mennyi lesz egy jegy most, csak ez jutott eszembe itt a közüzemi díjak mellett, miközben azt még nem mondtuk, ugye, hogyha jól tudom, itt nincs fűtés, de ez nem egy fűtött pálya, tehát itt világítás lesz, de fűtés nem. Igen, ez egy speciális átmenet egy sportcsarnok meg a szabadtér között, ez egy sátor, ez egy hatalmas sátor, 4500 négyzetméter alapterületű, a legmagasabb pontja 14 méter a sátor közepének, egy nagyon szép egyébként az egész, ahogy kinéz, aki látta, de már fény, aki nem, az nézze meg a Bring Arena Facebook oldalát. Tehát, hogy ez a kőbányi Bring Arena nagyon szép sátor, de ettől meg ez egy sátor, tehát nem lehet fűteni. De az eső nem esik be, és annyi lesz bent a hőmérséklet, mint kint, plusz-minusz esetleg 1-2 fok. Tehát bárki használhatja, akik alkalmasak erre, míg a számokat nem számoltuk ki, mennyi lesz, azt tudjuk, hogy a fűtés, bocsánat, a világításunk az kb. 3000 forint óránként, ha fölkapcsoljuk a lámpát. Ez azért érezhető, hogy ez egy nagy épület. Körülbelül arra számítunk, hogy ilyen óránként 5000 forint körül lenne egy darab jegy, de nyilván valaki bérlettel jön, vagy csoportosan, akkor ennél kedvezményesebb számok lehetnek. Mondjuk 20000 forint körül lesz valószínűleg egy óra egy egyesületnek. Lehet úgy fogalmazni, hogy egy ország kerékpár sportja, pálya, kerékpározási lehetőség nélkül tulajdonképpen béna kacsa, tehát hogy mi itt az elmúlt években azért így annak minősültünk?
és szerintem ez egy szükséges létesítmény ahhoz, hogy valakinek legyen kerékpársportja. Walter Attila, ugye mióta országúti kerékpáros, azért ő is magáról is tudja, hogy rengeteget kell tanulnia, ő mountain bike-osból lett országút is. Vannak olyan különleges képességek, amiket a mountain bike-ból vitt az országútra, és ennek birtokában is van, de bizony hiányzik neki az a mezőnyben való mozgás, amit egy 12-13 éves kisrác egy pályán tud magára szedni, azt ő most utólag próbálja behozni. És vannak egyébként a profi mezőnyben sokan, akinek ennek hiányát szenvedik, például mondjuk Primoz Roglic, aki rendszeresen esik kell egy Tour de France-on is. Tehát azért ezt nehéz behozni felnőttként. Ez a pálya, ez egy jó lehetőség arra, hogy a fiatalok, amikor 18 évesen, 19 évesen bekerülnek majd egy magyar csapatból egy kontinentális vagy prokontinentális profi csapatba, akkor olyan tudás birtokában lesznek, hogy nem kell aggódniuk a mezőnyben mozgástól, mert hogy ez a pálya adja magát. Stílszerűen pályára kerülhetnek, lehet így is fogalmazni. Te jó voltál pályán, ugye? Arra jól emlékszem. És lehet egy olyan kérdés, mert ha ilyen sportriporteri felütést a végére esetleg elhelyezhetek, hogy általában a sportriportereknek az ilyen betanulási időszakukban pályaversenyekre szívesen küldik, mert nagyon összetett a sorozat, hogy az olimpián is, vagy világversenyen is lehet látni. Neked melyik volt a kedvenc számod pályán? Hát a Madison. A Madison az a kerékpársportnak a, hát aki itt megérti, átlátja a pályán, mi történik ott, az már ez egy emelt szint. Ugye itt a pályán párok versenyeznek egymással, tehát nem egyének, és a mezőnyben a pályán mondjuk fönt van mondjuk 15 pár, az 30 ember, és mondjuk legyen mondjuk 100 körös verseny, és a 100 körös versenyemnek részhajrák, ezeket pontokat lehet szerezni, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy a párok közül csak az egyik megy gyorsan, a másik az pihen. Ez a kerékpár sakja. De nem sokat pihen, hanem csak 2-3 kört, aztán utoléri a gyorsan menő, beváltja, a váltás az azt jelenti, hogy 50-es tempóra, vagy 30-es tempóra fölrántom a másikat, meglököm a másikat, fölrántom egy 50-60-as tempóra, és a pályán minden páros vált, iszonyatosan káosznak tűnik elsőre, de borzasztó izgalmas és látványos versenyszám. Aki esetleg rákeres a Madison szóra a kerékpársportnál videóra, el fog álmolni, hogy ez tényleg valós sportág, igen, tényleg van ilyen, nagyon izgalmas. Nagyon szépen köszönöm, Karcsi, és sok sikert kívánok a Tour de Hongriehoz is, meg eredményes versenyszervezés, illetve ehhez a velodromhoz is, és egyben azt kívánom, hogy épüljön még egy-kettő a következő témán. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, Mezei Dánielt hallották itt a Tendefen a Sportértékben, további szép napot. Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.